Az első korintusi levél 5. részének 9-től a 13. terjedő versei következnek. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában-e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívüllevők felett ítélkezzem? Nem a belüllevők felett ítélkeztek-e ti is? A kívüllevőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. Szeretett testvéreim, amiről itt Pál apostol beszél, azt ma úgy nevezzük, hogy egyház fegyelem. Nem egyszerű kérdés, mivel népegyházban élünk. És a gyülekezetben tulajdonképpen két gyülekezet van együtt. Az egyik a teljes gyülekezeti kör, a másik pedig az újjászületettek közössége. Ez nem azt jelenti, hogy el kell különülni a kettőnek egymástól, sőt, hát akik újonnan születtek, élő hitet nyertek, azoknak kell a többiek felé, a példájukkal is, szavukkal is, hívogatásukkal is, a belső körbe hívni újakat. És kívülről is lehet misszionálni, és van olyan, hogy valaki a külső körnek akkor lesz tagja, amikor megtért. És a belső kör tagja. Átéltük a fasori gyülekezetben, hogy hamarabb megtértek sokszor a kívülállók, akiknek nem volt egyházi múltjuk, hanem egyik barátjuk, ismerősük, munkatársuk hozta oda, mert bajban voltak, házasságban, szenvedélyrabság, egyebek gondjai között látták a barátjukon a változást. Aki megtért, és jöttek, és aztán kezdtek szimatolni, vágyni, érdeklődni, és többen közülük sokan megtértek. De volt, akik meg a gyülekezetből, és milyen jó, hogy van a nagy gyülekezet is, mert hát hogy mentem volna én a fasorba misszionálni Budapesten, vagy az Úr Jézus országát hirdetni, hogyha nincs meg a nagy templom, nincsenek az anyakönyvek, nincs kiírva egy református gyülekezet, hát kiket értem volna én el az utcán? Ki állok a sarokra? Vagy a házunknál, ha én mérnökként vagy orvosként bemegyek, és bibliákat osztok, vagy hívogatok embereket, nagyon szűk kört érhettem volna el ezzel a módszerrel. De így, hogy ott voltak az anyakönyvek, volt vagy 100 temetés az első években, igaz, hogy 4-en is temettünk, na de hát sorba cserélődtek ki a lelkészek, hogy a végén már minden munkatárs élőhitű volt. Vagy elment az illető, vagy kértük az esperest, hogyha láttuk, hogy nem mozdul a helyzetéből. A lényeg, hogy volt a külső kör, és hirdettük az igét mindenkinek. És én nagyon szerettem a külső kört. Valaki ezt így fogalmazta, hogy szereted az Isten országa ezutáni tagjait? Hát akik ezután térnek meg? Hát én is külső körös voltam addig, míg meg nem szólított az Úr, és át nem adtam az életem neki. És itt elmondja az apostol, persze abban az időben nem nagyon volt külső kör. Volt, de szinte csak a belső kör, hiszen
Akik megtértek, azok lettek a gyülekezet tagjai. Aztán jöttek érdeklődők, stb. Az lett a külsőbb kör. És azt mondja, hogy ott a belső körbe tartsatok rendet. A külső körbe is rendet kell tartanunk, de azért, ha egy gyülekezetet nézünk, az az egyház fegyelem, amit a külső körben tartunk, egész más, mint az, amikor én elmegyek az illetőhöz, azt mondja, hogy hagyja abba ezt a parázna kapcsolatot. És, de joggal mentem, mert ő már a belső kör tagja volt. És azt mondja itt Pál is, hogy akik megrögzötten paráznák, bálványimádók, nyerészkedők, engedetlenek, azokkal szembe igenis gyakoroljátok az egyház fegyelmet. Majd az is jön, hogy négy szem közt nincsd meg, aztán hívd egybe a véneket, vagy néhányat közülük, azokkal beszélj vele, aztán a gyülekezet előtt, és ha nem hallgat rátok, akkor mondjátok meg, hogy hagyja addig el a gyülekezetet, ameddig nem áll vissza a helyére. És azt mondja, hogy nem azt írtam, hogy paráznával ne beszélgetek. Hát akkor ki kell menned a világból. Nekünk nem arra vonatkozik ez az ige, hogy mi az emberekkel, azokkal is, akik egészen más gondolkodás és életvitelszerűen élnek, ne érintkezzünk. Hát természetes, hogy szeressük őket, beszélgessünk velük, tartsunk kapcsolatot, sőt, próbáljuk az evangéliumot közel vinni hozzájuk, de aki Isten gyermeke lett, annak az életére nézve érvényes az, hogy a közösségen belül ne tűrjük meg a nyilvánvaló engedetlenséget, mert megromlik az egész közösség. Ez nem azt jelenti, hogy minden apróságon egymást ítélgessük meg, spionként lessük meg a többi. Érti az, akinek érteni kell, hogyha az Úr gyermeke lettem, és egy közösség kialakult a gyülekezetünkön belül, amelyik vallja, hogy Jézus Krisztust kívánja követni, akkor ez a közösség vegye komolyan, hogy fegyelem alatt legyen. És ha valaki nem akar, akkor azt intsék meg. A megfelelő rend szerint, ahogy az Úr előadja.